Köszöntöm a Telenamagazin nézőit! Húsvétváró családi programot tartottak Szombaton Tolnán. Az esemény érdekessége az volt, hogy míg a gyerekek az ünneppel kapcsolatos kézműves foglalkozáson vehettek részt, addig a szüleik arról hallgathattak meg előadásokat, miként tudnak hatékonyan felkészülni egy állásinterjúra, például egy jól megírt önéletrajzot összeállítani. Mi más is készülhetett volna az ingyom-bingyom kézműves műhelyben, mint például egy a húsvéthoz kapcsolódó plüsnyuszi. Miután közeledik a húsvét, egyre jobban, úgyhogy kis nyuszikákat tömünk, tüneményes kis nyuszikat, nyuszi fészekben répát, hogy nyuszi jól lakjon, ugye? Akkor a kis lámpásokat lehet használni tulajdonképpen vázának, egy kis kerti nárcisznak, tulipánnak, gondoltuk el is az asztalon kis aranyossal mutat egy kis vágott virággal, és lehet nagyon szép koszorút, adjatok nekem csak egy koszorút, és nagyon szép kis koszorúkat csinálhatnak itt, ilyen kis ablakdísz vagy ajtóra fölrakni. Hát olyanokkal próbálkoztunk is, egyszerű, hamar elkészíthető legyen, ne kelljen vele sokáig dolgozni. Az ötlet pedig bejött, a gyerekek ugyanis nagyon élvezték a kézműveskedést. Ezt meg kell tömni ilyen vattával, és utána össze kell kötni itt az elejét, és utána meg ezt rá kell ragasztani. A Női Unió Egyesület kézműves foglalkozásokkal készült, illetve egyéb gyermekeknek és családoknak szóló foglalkozásokkal. Kézművesség keretében a gyermekek készíthettek a húsvéti ünnepekre különböző kis ajándékokat, amiket ki lehet akasztani akár az ablakba, vagy egy autóba, illetve kreatív módon akár a nyusziknak répát is tudtak tömni. Ezen kívül a Magyar Női Unió Egyesület gyermekfelvigyázást is biztosít, a Tolnai Család és Karrierponttal együttműködve, tehát óvónő is rendelkezésére állt a gyermekeknek, amíg esetleg a szülők is kreatívkodnak, addig a gyermekek is tudjanak játszani. A programot egy pályázat tette lehetővé. Ugyanennek a pályázatnak köszönhetően tudtak tavaly Tolnán kialakítani egy család és karrierpontot. Azt látjuk, hogy egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen értesülnek a programokról, információkat szeretnének kapni, akár hogyha a hölgyekről beszélünk, hiszen a család és karrierpontban elsősorban a hölgyeknek szeretnénk a munkaerőpiaci felzárkózásban segíteni, ők érdeklődnek pályázati lehetőségek iránt, és az ilyen maihoz hasonló tréningprogramok iránt is érdeklődnek, ez a családgyermek vállalkozás nevet viseli, ezen kívül van Nőnek lenni jó programunk is, ahol pedig stílus és frizura tanácsadással is segítünk, tehát egyre nagyobb az érdeklődés, egyre többen tudnak róla, mesélik el a szomszédoknak, barátoknak, családtagoknak. A 2021-ig tartó projekt fő célja, hogy segítse azokat a nőket, akik gyereknevelés mellett akarnak dolgozni. Ennek érdekében 3 éven keresztül képzéseket, tréningeket és a mostanihoz hasonló gyerekfoglalkoztató programokat tudnak szervezni a projektgazdák, akik a friss pályázati és munkalehetőségekről is tájékoztatják igény esetén a hozzájuk betérőket. Nagy volt a tumultus a Városháza melletti Család és Karrierponthoz tartozó gyermekmegőrzőben a hétvégén. Itt folyamatosan szakképzett óvónők felügyelnek a gyerekekre, amíg az édesanyák a pályázat által elérhető képzésen vagy tréningen vesznek részt. Ezek a felvételek korábban készültek a Magházban, a háztartási praktikák nevet viselő rendszeresen jelentkező programsorozat szintén a Család és Karrierpont munkatársainak köszönhetően valósul meg újra és újra. A rendezvények ötletgazdáinak célja, hogy a klasszikus főző- és sütőiskolákat érdekes, ismeretterjesztő előadásokkal színesítsék. A hónapok óta futó rendezvényekre egyre többen látogatnak el rendszeresen.
Nyugdíjba készült volna a legidősebb házi orvosa. Andróczky Ferenc 43 évvel ezelőtt kezdte a praxist. Azt mondja, szeretni kell az embereket, és jól kell dolgozni. Ez a recept a sikeres működéshez. Tessék, orvosi rendelő! Bár nem látszik rajta, Andróczky doktor túl van a 70. életévén. Ma is rendszeresen praktizál. A rendelője, egykori lakása is, itt áll a víztorony tövében. Zalából költözött Tolnába, előbb a Szekszárdi kórházba, majd itt Tolnán űzte a hivatását. Lassan nyugdíjba készül. Azt mondja, eljött az ideje a pihenésnek. 43 évvel ezelőtt jöttem ide. Előtte a Szekszárdi kórházba dolgoztam a belgyógyászaton. És hát egyrészt az is érdekes dolog természetesen, de akkor még úgy hívták, hogy körzeti orvoslás, azért az változatosabb, érdekesebb, és ráadásul itt nem csak az egészségügyel kell foglalkozni, részben sajnos, részben nem, nagyon sok szociális problémát is át kell látnunk, és sajnos meg is kell oldanunk bizonyos dolgokat. Régen nem is viccből hívták ezt úgy, hogy Szociális és Egészségügyi Minisztériumnak hívták régen ezt, mert tényleg ilyen dolgunk is van sok. Nagyon változatos egyébként tényleg. És amikor még Tolnára kerültem 1976-ban, akkor előttem csak 3 orvos volt, onnan a negyediknek jöttem, gyerekorvos nem volt még egy se, és akkor még gyerekgyógyászattal is foglalkoztunk. Szerencsére csak pár hónapig, és utána jött aztán először egy orvos, egy gyerekorvos, a Bátorfi Pista bácsi, akinek a gyerekei a pingpongosok, és azóta lett még egy, tehát végül is most 2-szer annyian vagyunk, 8-an, ahhoz képest, mint ennyien, amin voltunk akkor, amikor itt onnan kezdtem. És ez idő alatt, a 43 év alatt kiszámoltam, 480-szor fordultak hozzám az emberek, kisebb-nagyobb problémával, többnyire természetesen egészségügyi problémával, és hál' Istennek nagyon-nagyon sok problémát meg tudtam mondani. És hát aztán úgy tűnik, hogy a 43 év már sok volt, nem is magam miatt leginkább, hanem hát a családom is igényli, hogy többet legyek otthon, meg pihen is kell valamennyit, mert 72 éves leszek, és a visszalévő 1-2 évtizedet remélem, hogy kellemesen pihenésre tudom tölteni a család körében. Egyre több az idős beteg, mert egyre kitolódik az életkor, ez jó, és ez részben nekünk is köszönhető, a javuló életmód mellett természetesen, és hát ezzel együtt több munka is van, az idős emberekkel több probléma van, egészségügyi probléma is van, mint mondjuk a egészséges fiatalabb emberekkel. Igazán nem volt megfogalmazott az politikája, nem változott abban, hogy mindenkinek megpróbál segíteni. Folyamatosan próbáltam haladni a korral. Tanultam, mert másképp nem lehet korszerűnek maradni, meséli Andróczky doktor. Úgy irányítani az embereket is, nagyon sok esetben látjuk, hogy van olyan, hogy az emberek saját maguknak okozzák bajt. A cigarettával, a nem diétával, a minden sok minden egyebben. Sajnos a héten is volt olyan ember, akinek amputálni kellett a lábát, és mert nem fogadott szót a cigaretta elhagyása miatt. És ez sajnos nem azt mondom, hogy mindennapos, de egyre gyakori. Az idős doktort nagyon szeretik a páciensei. Igaz, mindent megtesz ennek érdekében. Elég talán annyit mondani róla, a rendelési idő mindig a kiírt előtt kezdődik. Jól kell dolgozni, szeretni kell az embereket, és egyébként sokan mondják, most is még nemrég ment el egy idős bácsi, hogy nagyon sajnálják, hogy elmegyek, de hát mindig mondom, hogy dolgoztam már sokat eleget, és egyszer pihenni is kell. Nagyon türelmesnek kell lenni, azon fölül pedig én a 43 év alatt, akár hiszik, akár nem, soha egy percet sem késtem. Sok helyen az orvosi rendelőkben részben azért kell sokat várni, mert az orvos nem megy időben a rendelésre, lehet, hogy éppen azért, mert dolga van máshol. Mondom, én még soha. Ma is, nem csak ma, ha délelőttös vagyok, nem 8-ra járok dolgozni, hanem 6:30-ra. 6:30 és 7 óra között mindig itt vagyok reggel. Részben azért, sőt nagy részt azért, hogy ne kell sokat várni. Ha
ha 8-ra jönnék, akkor már tele lenne a váró, és akkor türelmetlenek lennének az emberek, mert sokat kell várni. De nálunk ritkán tetszik látni most is. Azért üdes a rendelő, mert elkezdtük időben a munkát, és elfogytak, hála Istennek. De most is voltak 40-valahányan ma is. És miközben a nyugdíjas tervekről beszélgetünk, ismét csöng a telefon. Mikor befejezte a távgyógyítást, megkérdeztem, ugye tudja, ez mindig így lesz majd. Igazán sosem lesz majd nyugdíjas. Tudom, mondta mosolyogva. Egyébként kertészkedni és utazgatni szeretne most már. Aztán azt is elmeséli, nehezen gyógyítja önmagát, bár sosem volt influenzás, ezt valahogy megúszta. És sosem volt támpénzen sem. Zárásként bevallja, ő zalai, és az is maradt örök életében. Hiába a város és a benne lakók szeretete, neki az otthont ad a zalai dombok jelenti. De szép volt ez így is. Jó pihenés, doktor úr! Mindenkinek van egy verse címmel tartottak előadást Tolnán a Költészet napja alkalmából. A rendezvényen mindenki előadhatta a kedvenc verseit a magyar költőktől. Ütődöm kőnek, csillagnak, a tél gyémántos oszlopának, s a csonkaság emlékhelyei kíméletlenül fölsajognak. Nincs semmit, amit nagy lélekkel el tudnék felejteni. Nincs semmit, amit öröknek hinnék. Ó, hány muhány szivataros délutánjából kellett kimentenem a reményt? Magyarországon 1964. április 11-e óta ünnepeljük a költészet napját. Ezen a napon született József Attila és Márai Sándor is. Országszerte ilyenkor megemlékeznek a költőkről, van, aki az utcára ragaszt ki verset, de akadnak olyanok is, akik versmondó eseményeken szavalnak költeményeket. Így volt ez Tolnán is, ahol a Magházban rendeztek versmondó délutánt. Az egyik résztvevő Csóri Sándortól és Reményik Sándortól mondott verset. Költészet napja van ma ugye, és én is szeretnék két verset elmondani. A Reményik Sándor versnek a címe, és a szívem is elhagyott engem, a Csóri vers pedig Ütődöm, svánszorgok. A Csóri verset azért választottam, mert Csóri Sándornak ma Óbudán, az óbudai temetőben ma avatják a síremlékét, és Reményik Sándor pedig szeretem, az ő verseit szeretem, de őt nem nagyon szoktam hallani, csak nagyon ritkán. Hát gondoltam, akkor én mondok egy Reményik verset most. Hát a versekhez kötöttem, ugyan én verseket nem szoktam mondani, csak még valamikor iskolás koromban igen, de utána nem, de verses köteteket nem azért vettem, hogy legyen, hanem szeretem. Úgy, amikor az ember elvonul, mindig talál olyan verset magának, ami megnyugtatja, kikapcsolja. Meg egyszerűen a versek szépek. Hogy ez a mai nap is még a miénk. Verődöm, vonszolódom, régi határtól új határig, s felnyök hozzám a letaglózott Börzsöny, Balassi Horpad sírja, és én újra rémülten nézek hátra, mögöttem, mintha kipusztult madárfajoktól a kavaromla vörös. Az én kedvencem Vörös Marti Mihály. Én nekem ő a legkedvesebb költőm. Én azt hiszem, abban a korban, amikor ő élt, ő volt a legmélyebben gondolkodó költő abban a korban. Aztán voltak többen is, de Vörös Marti, talán én nekem Vörös Marti, és Vörös Marti után Arany János. Hát nem tudom, talán az ő családcentrikussága, most nem kezdik haza szeretet, hiszen minden költő szereti a hazaját, azt hiszem, meg szerette is, úgyhogy nem tudom, Aranynak a versei, sőt én a balladáit kedvelem nagyon. Tehát az öregkori, amikor ő már öreg volt, azokat a verseit, és hát ugye a balladák is akkor írottak. Azok olyan mély mondani valójuk van. A szervező elmondta, nagyon nagy szeretettel rendezte meg ezt az eseményt várva, hogy sokan eljönnek és előadják kedvenc verseiket. A délutánon összegyűltek közül mindenki elszavazhatta kedvenc verseit az általa leginkább szeretett költőktől. Levél, takarjál mindent, ahol még valami kineved. Csillagos ők, ragyog be őszi estén, amit a sors elénk lenne. Hal, cizeg és halatik szerte, de emléke megmarad örökre. Nagyon nagy szeretettel akarom tartani, hogy Tolnán is legyen olyan, hogy akik itt vannak, azok közül is, ha van valaki, aki szavalna, annak én is nagyon örülnék. Nem csak magam miatt jöttem. Nem csak saját versem, először nagy íróink verseiből,
és aztán utóbb a saját versemből is. Búsanté tovább száll a levél, de a fahelyen marad, hogy álmokat szőjön, újra éljen, mikor eljön a csodás tavasz. Susog a szél, messziről hoz búcsúzenetet, búcsúzni kívánt, kit hadba küldenek. Nem küldik őt, megy egyedül, csupán hajnalra vár, búcsúzni kívánt. Kedvencem Petőfi. Petőfi közel áll a szívemhez, a versei, az Alföld, noha nem Alföldön születtem, de megfogottam, milyen szépen, amilyen csodálatosan írt róla, szülőhelyéről, vagyis környékéről. Petőfitől a 19. század költőit. Abban annyi minden van, amit jó lenne tudni, és jó lenne úgy élni, vagy úgy gondolkodni, ahogy akkor ő gondolkodott. Verset mondok még. Aditól, Grófi szérűn, mondok verset Csokonaitól, és hát van egy olyan vers is, amire egyszer megkértek, hogy mondjam el a tévébe, meg a Magányos klubba, mondtam azt a verset el, azt még egy festő művész, Benkő Ferenc, Tolna megyében Bonyhádon született, sajnos már meghalt 2005-ben, és most úgy szeretnék azon a verssel elbúcsúzni, vagy elbúcsúznánk tőle, vagy megemlékeznénk rá. A költészet napján a Mindenkinek van egy verse címmel rendezték meg a versmondó délután Tolnán. A közönség soraiban helyet foglaltak idősebbek és fiatalok is egyaránt. Most néhány perc reklám következik, maradjanak velünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 000 forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Érezze magát otthon a világban. A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen, Tolnán a Penny Markettel és Szekszárdon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Tekintsük meg együtt Horvátország egyik legnagyobb természeti csodáját, a Plitvicei tavakat. Egy napos kirándulásunk a Nemzeti Park látványosságaival áprilistól minden hónapban. A közkedvelt 3 és 4 éjszakás adriai rövid nyaralásaink buszos utazással, 2-3 csillagos elhelyezéssel, félpanzióval, Szekszárdi és további 11 felszálló helyen már 44 000 forint per fő ártól. Repülős akcióink még akár előfoglalási áron is foglalhatók. Nézzen be hozzánk, vagy látogasson el a Facebook oldalunkra, ahol kedvező akciókkal várjuk Önöket. Nem találsz a saját ízlésednek megfelelő ruhát a neked megfelelő áron? Unod, hogy mindig utaznod kell, ha ruhát vásárolnál? Esetleg szeretsz turizni? Akkor Gold Turi Tolnán a Spár parkolóban. Üzletünkben angol, holland, válogatott első osztályú, prémium kategóriás ruhák, cipők, lakástextilek között válogathatsz. Mindent megtalálsz a legkisebbtől a legnagyobbig. Hétfőnként árukészletcsere. Ne habozz tovább, hisz minden nap olcsóbban vásárolhatsz. Gold Turi, hogy stílusos légy. Autója elromlott, időszakos kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetné járműve állapotát? Továbbra is várja ügyfeleit Tolna megye első hivatalos Boskár szervize, az Antal Service Kft. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk, amelyekhez akár egy év gyári garanciát kaphat,
Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállítatjuk szervizünkbe. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást és eredetvizsgát személygépkocsira, motorra, mezőgazdaság és lassú járműre, tehergépkocsira 3,5 tonnáig, utánfutóra és pótkocsira. Teljes körű számítógépes diagnosztizálás, gumijavítás, centírozás. Benzines befecskendezők javítása, karosszéria munkák. Partnercégünkkel vállaljuk gépkocsi a fényezését. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel, nagy szakértelemmel és több éves tapasztalattal vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán, a Szedresi utcában, az Autómosó és a Tesco között. Telefon 540-703. Folytatjuk is a Telena magazint megtartotta éves hangversenyét a Tolnai Fusz János Zeneiskola. Az előadás különlegessége az volt, hogy nem az iskola növendékei, hanem tanítóik csillogtathatták meg tudásukat a hangversenyen. Évente rendeznek hangversenyeket a Tolnai Fusz János Zeneiskolában. Idén az egyik ilyen esemény az a hangverseny volt, amin a tanárok szerepeltek. Az esemény különlegessége a tanárok szereplése mellett az volt, hogy nem csak a Tolnai Zeneiskola tanítói vettek részt rajta, hanem hívtak vendégelőadókat is, különböző zeneiskolákból. A zeneiskola növendékei ilyenkor nem szoktak szerepelni a hangversenyen, azonban van olyan kivételes alkalom, amikor a tanáraikkal együtt játszanak, ha azt a műsor megköveteli. Minden évben megrendezzük ezt a koncertet. Tulajdonképpen arról szól, hogy a tanárok is gyakoroljanak egy kicsit, és ilyenkor bemutatjuk azokat a műveket, amiket mi szeretnénk bemutatni a közönségnek, amiket még el tudunk játszani, mert hát azért már én mondjuk 50 éve diplomáztam, kicsit arrébban. Úgyhogy próbálkozunk széles repertoárt bemutatni. Például lesz egy részfúvós kvintet, lesz harsona, amit egyébként az iskolában nem tanítunk, mert hogy nincs ilyen szándék, hogy harsonázni tanuljanak a gyerekek. Ugye ez egy nagyobb méretű gyereknek megfelelő hangszer. Lesz trombita, lesz fuvola, ugye sok fuvolista jár az iskolánkba. Két fuvolás, zongorás, magyaros darabok lesznek Doppler Ferenctől. Például egy akkor tangót is hallhatunk. Gitárosunk fog játszani szólóban, és reméljük, hogy mindenki be tudja mutatni azt a tudást, amit itt tanítani próbálunk a gyerekeknek. Hát most egy fugolista kislány fog játszani velem, aki már nagyobb évfolyamos, mert egy olyan nehéz darabot tanult, amihez kellett a második szólamhoz még egy játékos, az én leszek, de egyébként a gyerekek nem szoktak ilyenkor játszani, tehát többnyire csak a tanárok adják elő ezeket a darabokat, viszont meghívtunk olyan kollégákat is a részfúvós ötösbe, akik a környező zenéiskolákban tanítanak, például Kalocsán vagy Baján. Összeállítunk egy olyan műsort, amit a kollégák szeretnének előadni, amit játszani szeretnének, meg hát ami technikailag megoldható még, mert ilyenkor nem feltétlenül biztos, hogy csak az évszaknak megfelelő darabokat játsszuk. Például a kolléganőm az egy piacola tangót szeretett volna előadni, mert olyat nem játszhatunk minden nap, úgyhogy ő azt választotta, de ez egy érdekes, mert mindenki saját maga választja ki, hogy mit szeretne játszani. Tehát nincs külön koreográfia erre. A hangversenyre érkezett Bajáról egy rész fúvós kvintet. A fúvósok a reneszánsz zenétől kezdve Bachon át egészen modern dalokat is játszottak. A hangverseny célja egyrészt a szórakoztatás volt, másrészt pedig a zeneiskola tanítói szerették volna újra átélni azt az időszakot, amikor még ők is tanulták ezeket a dalokat és nem tanították, valamint a tudásokat is szerették volna tovább fejleszteni. Thank you.
minden hangverseny fontos. Ez a hangverseny azért fontos, mert a kollégáimmal együtt muzsikálunk. Én körülbelül azt hiszem 4 éve ülök ebbe a kvintetbe, és hát reneszánszát éljük ennek az egésznek, legalábbis mi az 50-en túliak, hiszen olyan darabokat tudunk játszani, amit még valamikor fiatalabb korunkban, és hát nagyon szívesen tesszük ezt mindenféle fórumon, a falunapoktól kezdve, koncerteken, tanári hangversenyeken, fúvós találkozókon, és mindig örömteli dolog, amikor így fölléphetünk. A klasszikus kvintet vagyunk, tehát 2 trombita, harsona, kürt és tuba, és az előbb említett reneszánszokból is kapunk ízelítőt, vagy illetve adunk ízelítőt, játszunk Bachot, és játszunk modernebb számot is, libertángót majd a végén, meg hát attól függ, hogy milyen taps lesz, és hát mint minden zenekar mi is bekészültünk egy kis ráadással is, de hát ezt majd a végén meglátjuk. A zeneiskola tanárainak hangversenyén a közönség szép számmal vett részt. A nézők között helyet foglaltak fiatalok is, így a zeneiskola elérte célját a hangversennyel, a gyerekekkel megismertetni és megszerettetni velük a komoly zenét. A megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban régen nem látott nagy harc alakult ki a bajnoki cím megszerzéséért. A címvédő Tolna VLC is megtette a csapat téli megerősítéséhez szükséges lépéseket, így került az együtteshez a kiskörösről érkező Molnár Tamás, aki úgy tűnik segítséget jelent a középpályán. Nem volt betervezve, hogy Lakatos érkezése Erdély véglegesítése után a túlsófélről is igazol a tavaszi szezon kezdetére új játékost a Tolna VFC. Ám amikor híre ment annak, hogy a kiskörös, szintén megye egyes csapatának játékosa magánéletbeli okokból szexárdra került, a Tolna trénere Buzás Attila úgy gondolta, a 24 éves középpályásra szüksége lehet, aki egyébként a játék szervezéséhez ért, és ilyen típusú játékos még el kell az egyébként erős keretébe. Vannak ígéretes egyéni megmozdulásai is Molnár Tamásnak, és ha helyzet úgy kívánja, vissza is védekezik a középpályás társakkal. Nos, Molnár Tamás eddigi fellépései alapján igazolta az előzetes várakozást, helyet is követelte magának a csapatban. Fontos láncszeme a Tolna pressing elő letámadó stílusának. Nagyon nehéz döntés volt, én szerettem ott lenni kiskörösen, és szerettem az ottani klubomat is, és csapattársaimat. Hát ez egy ilyen életszituáció volt, amiben dönteni kellett, hogy nekem mi a fontosabb, mi az elérhetőbb, és mikor Tolnán megjelentem egy edzésen, Horváth Máté segítségével, nekem egy pozitív benyomás volt, és nem kell tovább gondolkoznom azon, hogy szeretnék-e itt maradni, vagy szeretnék-e ide bekerülni. Keresték máshonnan is, de civil kenyérkereső munkája, mint mondja, most nem engedné meg, hogy több edzésen is részt vegyen, mint azt Tolnán kell. Persze még túl fiatal ahhoz, hogy lemondjon egy magasabb osztályban való szereplésről, futballista karrierje kiteljesítéséről. Szeretném megnyerni először is a bajnokságot, most ez az első cél. Aztán reméljük, hogyha esetleg rájátszást kell játszani, hogy följutunk, akkor szeretnék maradni, és remélem, hogy számítanak ugyanúgy rám, mint most ugye a megye egybe. Igen, mondhatjuk a válaszként azt, hogy igen, hogy szeretnék az NB3-ban még játszani. Kiskörösről ez az út lezártnak tűnt, nem járhatónak? Nem feltétlen. Inkább az élet miatt jöttem el. Ott is azért egy stabil keret volt, akivel lehetett volna nagyot alkotni. Az élet így hozta. Nagyjából ugyanabban a helyzetben csöppent Tolnán is, mint Kiskörösen. 3-4 csapat is esélyes még a bajnoki címre a megyei első osztályú bajnokságban. Nem nézünk annyira előre, hogy mi lesz a szezon végén. Próbálunk minden mérkőzést egymás után megnyerni, és a végén reméljük, hogy a tabella elején végzünk. Mit játszottál Kiskörösen, és mit itt? Ez egy teljesen más szituáció. Ott alapvetően irányított kellett, hogy játszak, és egy idő után sérülésekből adódóan ott kikerültem a szélére. Itt most, hála Istennek, azért meg vagyunk minden pozícióban, tehát itt most azt játszhatom, amit tudok, irányítóként játszom, és attól függ, hogy az Attila mit vár el, vagy mélységből érkezést, vagy éppen a kiszolgálást, ezt ő mindig jelzi felénk meccselet, hogy ő mit vár el, mit szeretne látni, és mi próbáljuk azt megvalósítani. A bajnoki elsőség megszerzése, illetve megtartása szempontjából a rangadók megnyerését tartja a legfontosabbnak. Molnár Tamás. Egyelőre azt mondanám, hogy ezeket a rangadókat nyerjük meg, és utána ráérünk ezzel foglalkozni. Nekünk saját magunkkal kell foglalkozni, és így érhetjük el a célunkat.
Jó a szakmai közérzeted, jól érzed itt magad, minden rendben? Természetesen, tökéletesen érzem magam. A szurkolók is azért elég támogató szelleműek, ami pozitívan érintett, amikor ide kerültem, és csapat is nagyon hamar befogadott, úgyhogy én teljesen jól érzem itt magam. Köszönöm szépen! Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!